Minden le- és feltevéskor kezet kell mosni, és a felszínhez nem érek, ott nem fogdosom össze, mert az telítődött szennyeződéssel. Nem csak a kézmosás fontos, hanem a maszk helyes felhelyezése is. Csak akkor van értelme hordani, ha megfelelően viseljük az orrot és a száját is eltakarjuk, valamint törekszünk arra, hogy a lehető legjobban illeszkedjen. Ez nem úgy van, hogy a vírus elindul, aztán a levegőbe csak úgy szaladgál, az rendszerint kötődik valamihez. Ha az illető beteg, akkor kötődik a csepp fertőzéshez, a nyálhoz. Tehát amikor kilélegzünk levegőt, beszélünk, tüszkölünk, köhögünk, akkor arra tapad rá. Az meg sokkal nagyobb, a baktériumtól is nagyobb, ami már mikron nagyságú, tehát sokkal-sokkal nagyobb. Tehát amikor maszkot viselünk, akkor ezekre tapad, a nagyobb szemcsékre, kilégzett levegőre tapad kórokozókat, baktériumokat, vírusokat szűrjük ki. Tehát ezáltal nagyon-nagyon sokat teszünk a társainkért. A szakember arra is felhívja a figyelmet, hogy mivel a kórokozók a kötőhártyán is megtapadhatnak, a maszk mellett célszerű, hogy a szemünket is védjük, akár egy egyszerű szemüveggel is. Az egyszerű ember szintjén egy ilyen maszk vagy szövet, plusz ez a takarás, szemüveg vagy más plexi formájában nagyon-nagyon fontos, mert ezzel nagy biztonságban lehetünk. Na de ugye van egy másik körülmény, hogy hát nem úgy, ahogy én látom, hogy lehúzza a száját és cigarettázik, és az állán van a maszk, de ez egy komolytalan dolog. Tehát ha egyáltalán föltesszük, mivel az órunkon és szánkén is távoznak a vízgőzök meg a kórokozók, ezért mindet el kell ugye takarni. És azért van az orrnál az a kis szorító, hogy az orrat is védi. De akármit csinálunk, ilyen egyszerű maszkali mellészívás van, és ez teszi a minőségbeli különbséget, az egy-egy maszk, meg az ára is. Hát ugye amennyire csak lehet, tökéletesen zárt legyen. De az öné is, meg az enyém is, meg az operatőr is nagyon jó föl van téve, és legyünk olyanok, és arra biztatnám a lakosokat, hogy szóljon rá az illetőre, hogy vagy hordja, vagy az egy karikatúra, amit csinál. A maszkot a fülénél fogjuk meg le és felvételkor, ha egyszer felvettük, kívülről ne igazítsuk, amennyiben a külső felszínéhez hozzányúltunk, mossuk vagy fertőtlenítsük a kezünket. A házi orvos hozzátette, a maszk viselése mellett fontos a testhőmérséklet megfelelő ellenőrzése is, amelyet akár homlokon vagy a köpeny hőmérsékletet nézve egy arra alkalmas lázmérővel mérhetünk meg.